Megteltek a kormányhivatal karzatai és az aula is a Tatai Dandár zenekar koncertjére. A megjelent vendégeket és érdeklődőket dr. Kanc Csaba kormány megbízott köszöntötte, majd Markovics Milán Mór főhadnagy tábori lelkész adventi gondolatait hallgathatták meg az érdeklődők. Ezt követően a Dandár zenekar több népszerű művel örvendeztette meg a közönséget. Együttesünk 10 évvel ezelőtt, 2004. szeptember 1-én alakult újjá. Egy 10 éves szünet után újjáalakították a Tatai Helyőrségi Zenekart. Jó magam 2005-ben kerültem a zenekar élére. Az elmúlt 10 év alatt pedig számos sikert értünk el az együttessel. Ezek közül kiemelkedik a Komárom-Esztergom megyei Vállalkozók Szövetsége által adományozott megyei Prímadíj 2010-ben. Az idei évben pedig 2014. augusztus 20-án a nemzetünnep alkalmából együttesünk Tatavárosáért, azaz Pro Urbe Díj aranyfokozatát nyerte el. Most éppen jövő hét folyamán fog megjelenni a harmadik CD-nk, úgyhogy nagyon sikeres évtizedet tudhatunk magunk mögött. Ez egy örök kérdés, hogy katona zenészek tulajdonképpen kicsodák. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy vannak olyan szituációk, amikor elsősorban katonák vagyunk, legyen az egy hadgyakorlat vagy egy árvíz, melyben nekünk ugyanúgy munkában részt kell vennünk. Aztán vannak azok a koncertek, zárt helyi koncertek közönségről, amikor elsősorban zenészeknek kell lennünk. Én úgy gondolom, hogy a kettő remekül kiegészíti egymást. A katonaság az egyenruha igenis illik ahhoz a fegyelmezettséghez, amely művésztől elvárható a színpadon. Azon kívül, ha katonaságot nézzük, és hogy katonák vagyunk elsősorban, csak többek vagyunk azáltal, hogy zenélni is tudunk. A hivatalos létszám az 23, az állománytábla szerint 26, tehát éppen még két érkező emberünk is van, és még egy hely kiadó. Jelen pillanatban itt most 20-an vagyunk, betegségek és egyéb szabadságoltatások okán. Ez a létszám kicsinek tűnhet fúvózzenekarok tekintetében, de a Magyar Honvédség rendszeresítésében vidéki zenekarok ilyen létszámmal működnek. Természetesen alkalomhoz illő muzsikákat választottunk, mind komoly zene, mind könnyű zene terén, gondolva egyrészt az adventi időszakra, ennek okán az egyik legszebb és legidevágóbb mű Kodály Zoltán adventi éneke, de ki fogunk kacsintani természetesen a nagy ünnepre és a karácsonyra, és karácsonyi slágerek is el fognak hangzani. A hangversenyen a zenekart Román Géza karmester dirigálta.